Itt vagyok újra, és a reklám előtt egy olyan kérdést tettem föl, ami már itt a szünetben is komoly indulatokat szült. Így szólt a kérdés, rakatna-e mikrocsipet a gyermekébe, hogy mindig tudja, hol van? A. Igen, nagy megnyugvás lenne. B. Nem, ez embertelen dolog, 2 percük van, hogy szavazanak. És én megmondom őszintén, én rakatnék. És én tudom, hogy ez egy olyan dolog, hogy persze, hogy képzelem az emberi jogai. Neki nem, ő a gyerekem, és én rettegek. És megsérted a személyi szabadságát. De hogy sértem meg. Nem. Pillanat, hadd mondjam most egyszer én is végig. Tehát az a lényege ennek, hogy én nem hülye vagyok, tehát én pontosan tudom, hogy ő neki joga van, tehát én nem nézegetni akarom. Tehát itt az a pillanat, arról beszélünk, amikor mondjuk ő eltűnik, vagy van egy olyan helyzet, amiben belekeveredik, addig egyáltalán nem érdekel, hogy hol van, mert addig elhiszem, hogy az van, amit ő mond. De én azt gondolom, hogy én nem, tehát nem nyomkövetőt rakok bele, és nem minden pillanatban nézem. Nem, raksz bele, de én is belerakhatnám, és teljesen egyetértek. Születése pillanatában belerakhatnám. De van egy kor, amíg te felelsz a gyerekért. Van egy kor, amíg te felelsz a gyerekért, felnő melletted, addig vigyázol rá, és utána van egy pillanat, amikor el kell engedned, és utána meg kell benne bíznod, és utána lehet mobiltelefonja, megbízik benne, és e-mailt, én is meg, és ha felhív, telefonon, és ha lemerül a telefonja, akkor felhív az utcáról, hogy felkéri a hatáját. Minden szülő rémálma, hogy eltűnik egyszer a gyereke, és keresi, nekem vannak ilyen álmaim, hogy én arra ébredek, hogy keresem a gyereket, és annyira örülök, amikor látom, hogy ott fekszik mellettem. Te ne vedd át a gesztikulációmat, légy szíves, biztos, hogy megmondanám neki, mert nem, tehát itt nem arról van szó, hogy én most eltitkolom előle, és ő nem tudja, hogy én. Ő tudja. És hogy jó lesz neki úgy élni, hogy nem, tudom, hogy anyám belém rakatta a csipet. Amikor kimegyek WC-re, bocs, tudod. Én azt gondolom erről, hogy nekem a gyerek nem egy kutya. Így tehát van. Én ez biztos, hogy nem azon kívül meg, hogyha mondjuk elrabolják a gyereket, a szervkereskedők is pontosan tudják, hogy egy detektorral, hogy hol van benne a chip, kivágják, azt leteszik a Piac utca 4-be. Én nem tudom, régen is megvolt ez, meg biztos kevesebb veszély volt, hogy oldjam egy kicsit a feszültséget, elmondom, hogy én úgy mehettem el otthonról, hogy 10 darab 2 forintost kellett mindig magammal vinni, mert akkor még csak ilyen rendes, ilyen bedobós telefonok voltak, és azt mondták apukámék, hogy mikor fellázadtam, hogy ezt nem, és mondták, hogy mi adunk neked levegőt, de azt tudni akarjuk, hogy hol veszed. Na, mi is ezt akarjuk tudni. Na, de csak ezt akarjuk tudni. De nem a te élete. Nézzük meg, hogy mit gondoltok, hogy otthon mit gondolnak az emberek, mert az, hogy most mi itt vitatkozunk, az egy dolog, de mi vagyunk hatan. Otthon viszont sokkal több. Ezt most komolyan mondjátok. Szép sorminta. Csak mi ketten. A nők, az anyák. Hát a nők, hát ez miért vagy hogyan gondolkoznak? Embertelennek tartják-e, vagy azt mondják, hogy igen, rakatnának. Csippet. Egy jippet inkább. Hát egy csippet, egy madarat ide. Egy jippbe a gyereket. Na, ennyi. Bravo. Na, ugyan már. Ez büszke vagyok mindenkire, mindenkire büszke vagyok. Én nem vagyok büszke. Milyen érdekes, hogy gyerek mindenek előtt férfi nyert. Elnézést, embertelen vagyok akkor. Én ezt nem vagyok embertelen. Ez nagyon furcsa, úgy gondolom, igen. Na, de lehet, hogy a következő kérdés segít rajtunk. Egy kicsit akkor járjunk pszichológushoz. Szerintem menjünk tovább. Addig mi együnk. Na, azért mit gondol arról az emberről, aki pszichológushoz jár? A. Szegény, biztos nincsenek barátai. B. Bátor, hogy szembenéz a problémáival. C. Mindenkire ráférne. Vagy D. Inkább kerülöm, amíg helyre nem jön. Elindult az óra, önöknek 2 percük van, hogy erre ne kerülgessék ezt a kérdést, hanem válaszoljanak rá. Na itt szerintem, amikor valakinek hiányzik. A célre gondolok. A célre. Micsoda, kötelezővé tenném. Előírnám mindenki. Nem amerikai. Jó, de te a csipet is kötelezővé. Nem Amerika. Ez olyan nagy ökörség. Emberek vagyunk. Ez analízis. Az ember... Nem elfelejtettünk beszélgetni. Régen a család volt a pszichológus. Szerintem a Mónikánál alakul ez a Margaret Atwood regény. Az mi? Hogyha valaki nem tudna. A pszichológus meghallgat. Nem jut eszembe a címe, ami egy ilyen...
farmon játszódik, ahol a, nő, ahol a terméketlenek a nők, és a termékeny nőket szülésre kényszerítik. Segítsetek, hogy mi a címe, mert nem elfelejtettem leblokkoltam. Nekem ez az állatfarm, hogy az Orwell 1984-e jut el. A szolgálólány meséi. Na, minden esetre maradjunk ennél a kérdésnél. Jól látom, nem ismeritek, nem baj. Nem baj, mi, tudod, hát ez milyen, nem a, vagyunk az ennyire. Az a baj, hogy elítéli, itt Magyarországon szerintem ezt elítélik az emberek, ha valaki pszichológushoz jár. Gyengének pedig, gondolják. Pedig fogorvoshoz jársz ellenőriztetni? Jársz nőgyógyászhoz? Jársz? Nem mindenki. Igen. A lelkedet miért nem ellenőrizteted? Nem mindenki jár fogorvoshoz se. A lelkedet, jó Isten van a lelkedért, amire hát nem is veled fel. Én például nőgyógyászhoz nem járok. Jaj, Istenként. Mi olaszok nem tudunk társadalmira így gondolni. De most elgondolkoztál. Azt, hogy mi van fölöttünk. Te elfelejtettük a lelkünkre figyelni, igen. De nem, fog egy igen. De nem egy ember fogja elmondani. Te elfelejtettük máshogy közelíteni az nem életet. A pszichológus, ne haragudjál neked. De nagyon sok kérdésre ilyen. Szerintem nem tudjuk a választ. De ne vicceljetek, ott hallgat és valamit mire? Arra, hogy eladjon az, hogy mi az Edipo, és mi, ha így lehet mondani, egy emberi tulajdonság. Fogod, megbeszéled a barátnőddel, a barátod, ha van. Neked nincsen és semmilyen problémád a gyerekkorodból? Hogyne, megbeszélem, és akkor mit csinálja? A barátnőddel ő, hogy nem? Tehát ez szerintem... Miről beszéltek? Szerintem van olyan ember, akinek olyan fülre van szüksége, aki független. Érted? Független, és el tud vonatkoztatni attól, hogy ki mit mond mondjuk neki, kinek mondja. Mondjuk spéci, ha baj van, tud nagyon hasznos lenni. Egy mondatot szeretnék azért, egy személyes mondatot. Mindig csak egy mondatot szeretnék, de tényleg egy legyen. Jártam, nagyon-nagyon sokat segített, és igen, az a véleményem, mindenkire ráférne. Szükséged volt rá. Így igen, van. Csak de az ilyen egyetlen gondolnak az egy mondata, de ez teljesen mindegy, mert nektek most azt kell kitalálni, hogy otthon mit gondolnak. Azt kell mondani, ami az emberek gondolnak a B, de szerintem az, hogy abszolút nem szükséges. Szerintem az A-ra gondolnak sajnos, de legyen a B. Reméljük. Két C, három B. Nézzük, hogy önök hogyan szavaztak otthon. Uha. Lesz még iszabbirkózás a héten, érzem. Hát, ha eleget flesseltük őket, egy idegen akkor idegen hallgatja azt, hogy mit akarsz mondani, és érti a te problémát. Így nyisd ki a csakrádat. Nem tudom. Ah. Jaj, de jó! Én is mindenkire nagyon büszke vagyok. De egyébként igaza van az Ágita, szerintem is mindenki ráférne. Na, de hát ezt csak úgy megjegyeztem zárójelben. Ez azt jelenti, hogy hárman nyertetek pontot, a többiek nem. Menjünk tovább, nem kell pszichológushoz menni a következő kérdés előtt. Viszont nagyon fontos szerintem, hogy az állatok például gyógyító hatással tudnak a lelkünkre lenni, úgyhogy meg is kérdeztünk macska és kutya tulajdonosokat, hogy hogyan vélekednek erről. Macska egy rendkívül barátságos ragaszkodó állat, és igenis a gazdájához ragaszkod, nem pedig a környezethez. A kutyák aranyosak, hűségesek, évezredek óta ők az ember legjobb barátai. Közönséges házi macska ugyanúgy viselkedik, mint egy oroszlán. Nagyon sok szakmában használják őket, terápiás kutyának, katonaságnál, rendőrségnél. A macskában azt szeretem legjobban, ragaszkodik a gazdájához, ragaszkodik hozzám. Folyamatosan ott vannak az ember körül, és mindig jókedvűek, optimista lények. Kutya az másként ragaszkodik, az egy falkállat, a macska pedig egy magányos vadász. Kutyák sokkal interaktívabb élőlények, sokkal több időt szeretnek az ember közelében tölteni, és sokkal jobban szeretnének megfelelni az embernek. Aki azt akarja, hogy olyan macskát akar, hogy ügyesekedni a kutya, az csalódni fog, az ne macskát vegyen, az vegyen kutyát. Igen. Annyi mindenkit tudja osztani a mi országunkat, tudja, hogy a következő kérdéssel is így lesz. Lássuk, hogy mi a kérdésünk. Ön szerint a kutyák vagy a macskák jobb társai az embernek? A. A kutyák, B. A macskák, C. A hörcsögök. Na, kutya. Elkezdjük a kérdés. Szavazást, önöknél otthon kutya. 2 percük van. Menjünk, Maci is. Nem kérdés? Nem kérdés, a macska nagyon jó grillezve, az olaszok pláne macska. Yes. Figyelj, Csandi, ha valakinek nem igaz. Figyelj, van egy olyan mondás, tisztázzuk ezt mindenki előtt, jó? Az olasz macska zabáló. Tudtad ezt? Tudtuk. A francia patkány evő. Tudtad ezt? Tudok szólalni. Innétől kezdve érdekes módon azért macska zabáló, mert a végén elfogyott az élelmiszer, és ami maradt a várban, az megették. Innétől kezdve a macska volt, ami maradt. Vannak még
régi receptet, 2017-et írunk. Ahol de nem fogom macskát készíteni, kicsim, ne aggódj. Bár, ha itt lenne előttem. De én nem vagyok macskás, a macska túlságosan önző, önálló. Téged nem is vagy ott, szóval ha így lehet mondani, egy kicsit magára való. Pláne az, hogy szerintem fajta spiritualitás is van a macskában. Úgy, és a macska evésre könyörgöm, mondd, hogy vicceltél. Persze, vicceltem. Jó. Nem viccelt. Már tudod, már itt állnak a sarokba és visznek. De ne haragudj, ez csak azért Ázsiában van, mert tudom, hogy meg a kutyákat eszik. Persze. Jó, hagyjuk ezt, hogy ki mit eszik. Ezt a Tudom, és életben Claudia, van, Claudia. Akkor cuki-cuki macska, cuki-cuki kutya. Csíke, csípő, csíke, kis rizs, utána máha kicsi rizs. Mondom, hagyjuk már ezt a tényleg ezt. Kutya, nem, macska, nem, csíke. Mi ez csíke, és az kuta. Ja nem, akkor csíke. Na jó van. Csak is a kutya az igazi barát. Na. Nekem három kutyám kutya. Van. Igen? Igen. Tibeti terrierek. És macskád miért nem volt soha? Volt két macskám. Megettük. És őket szeretted jobban, vagy egyformán? Ugye emberek mit gondolnak? Ezt nem, őket vagy. Elvittem a Gianni éttermébe. Na. Egy jó kis ragú! Kaptok majd az állapvédőt, hát mert nem kaptok. Tessék, szerintem az előző kérdés tök felesleges volt. Mindenkinek szüksége van pszichológusra. Kötelező. A mai adás után nekem 4-re. Tippeltetek, mindenki a kutyákat választotta. Lássuk, hogy otthon ugyanígy gondolkoznak-e önök. Vagy egy kicsit már megmacskásodtak, és inkább azt fogják választani. Bravo. Na jó, menjünk is tovább, mert a következő téma szerintem sokkal inkább mondjuk érbevágó és kicsit megosztóbb lehet, mint az eddigiek. Lássuk a kérdést. Szeretem, kérdés. Ön hogy ítéli meg azt, ha valaki a munkahelyén összejön egy munkatársával? A munkahelyi szerelem nem vezet jóra. B. A munkahely nem párkeresésre való. C. Legalább biztosan van közös témájuk. Ja, van még egy D is. Biztos jó, mert jobban ismerik egymást. Jaj, de cukik. Elindult a 2 perc, önök szavazzanak, ti pedig beszéljetek. Legalább na, kinek volt munkahelyi szex? Simon. Most gyerünk. Itt már nyúrról beszélünk, nem macskáról. Na, összejöttél. Simon, állj. Mindenki végig fog kérdezni. Simon, baj. Volt-e barátnőd, színésznő? Ha nem volt, nagyon ciki. Nem emlékszem. Hagyjuk. Nekem van egy ilyen kis családi sztorim, hogy nekem az édesem és az édesapám, ők a munkájukon ismerkedtek meg, ott jöttek össze a Szabó Ervin könyvtárba, és apukám azt nyomta le a muternak, hogy őt úgy hívják, hogy Szabó Ervin. És akkor nagyon jó szórakozzál már, de csak elővett a személyét, és tényleg. És azóta igen. Na. Jó, mert oké. Monika, esetleg valamelyik talkshowban egyszer csak valaki. Hogy volt a tévés párom? Volt. Igen? És szerintem ennek semmi probléma nincs ezzel, hiszen össze vannak zárva az emberek egy mikrokörnyezetben, óhatatlanul közelebb kerülnek egymással. Hát azzal van a gond, hogyha ebből előnyt kovácsolnak, vagy szakítás után hátrányt a másik számára, akkor ezzel van a gond. Én megint tisztázni. Semmi baj. Ez igaz. Szerintem tisztázni kéne ezt, hogy most egy fergeteg van szó a munkahelyen. Már hogyha úgy össze vagy yes. Gyere! Hamar elsötétül majd a képernyő pár percre. Ha össze vagyunk szorulva meg minden, vagy a kapcsolatról, mert... Remélem, a kisfiam már alszik. Kapcsolatról van szó, Tamás. Kapcsolatról. Egy kapcsolatról beszélt erről, Tamás. Elnézést. Nem, semmi gond, semmi gond. Ne hülyeskedj. Nekem üres a pénztár. Tegye fel a kezét, aki nem tudja, hogy mi az. Nem. Fergeteges kutyás. A kutyás. Jó, de most itt egy kapcsolatról beszélünk. Ágica, neked volt kapcsolatod, amikor a tévében volt? Nekem volt a munkahelyemen kapcsolat, mert lehet, hogy nem gondoljátok, de hogy én dolgoztam, mindig is dolgoztam, most is dolgozom. Volt a munkahelyem párkapcsolat. Nekem semmi probléma nem volt vele, viszont kell a szabadság, mert hogyha 0-24-ben együtt vagytok, akkor egy idő után kinyírjátok egymást. Tehát ez a véleményem. Gianni? Macska után jön a nyúl. Van egy nagyon szép magyar mondásra. Házi, macskára. Nem lövünk. Nem lősz rá. Nem szabad. Azért, mert nem a probléma a párral, az az, hogy mit okoz az egész környezetének, és pláne a munkaadónak. Előbb-utóbb jön egy veszekedés, és ezt a munkába beviszed. Innentől kezdve jönnek a problémák. Valami fejezés történik majd, vagy az egyik, vagy a másik megy.
Mert ha nem, akkor probléma. A levesben állatok ilyen. Főleg. A levesben. Na, igen. Lássuk, hogy hogyan gondolkoznak otthon az emberek, ti hogy tippeltek. De azt még mondja már el az Ágika, hogy milyen pasi volt az, akivel 0-tól 24-ig együtt tudott lenni. Milyen volt? Miért? Ezt a kérdést most nem értem. Nem. Nem. Te tökélet, 7 évig voltunk süket. Együtt. Bocsánat, ne haragudj, Ági, dehogy is, egyetlen nem. Csak kérlek, nyomjál valamit, borzalmasan szörnyű. Ne legyetek szigorúak, ennyi tanácsolok. Nem kell szigorúnak. Csúnya klau. Na, de színesek vagyunk. Na, akkor fejtsük is meg. Annyiféle szint látok, 2 B, 2 A, 1 C. Lássuk. Önök otthon mit gondolnak? Lehet, hogy nagyon sok páros van, akik a munkahelyen jöttek össze. Egyébként nagyon nehéz, hogyha valaki nem megy sehova máshova, csak a munkahelyén van, hogy ki az, akivel összemelegedjen. No. Hát gondoltuk, hogy ez lesz Anika, szeretmény. Anika. Ne, ez nem az én véleményem, az emberek. Én ebben nem hiszem, hogy ez azt én hát, tulajdonképpen a B is ugyanaz. Igen, körülbelül. Nem? Ugyanaz. Tehát nekem nem lehetne egy pontot adni? Vagy az 1 milliót. Örülj neki, hogy még itt vagy, azok után, amit mondtál. Nem vezettettünk ki karhatalommal. Na, a lényeg, hogy ketten kaptatok pontot. Még egyszer megkövetlek, inkább csak egy poén volt. Ne arra úgy érte, jó? Nagyon remélem. Viszont tudod mit? A reklám után meghívlak egy jó vacsorára, egy igazi olaszosra, oké? Okay? Legyen így, nem lesz benne nyávogás. Jövünk vissza az Apra Magyarra.